Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Mai műsorunkban foglalkozunk méhészettel, juhtenyésztéssel és a tavaszi munkálatokkal is. Azonban előtte bemutatkozik a Szindzsánta vetőmagház. Promišljeni ratari od uvek seju dve vrste hibride, one koje probaju i one kojima veruju. Jedan među njima pako, godinama odoleva svim izazovima, pa stoga armija Paura nije spremna da se odrekne stabilnosti koju je on uneo u njihovu proizvodnju. Njega kažem dosta sejem, zato što je siguran hibrid i u sušnim godinama, recimo prošla godina, pretprošla koje su bile sušne, on je isto dao dobar prinos. Ova godina je malo drugačija. Prinos je mi, ja sam bio prezadovoljan ove godine prinosom. I prošle i ove. To je bilo nekih 13-14 tona jus kvaliteta. Zato što nije puno otpalo na vlagu, zato što je imao dosta dobru vlagu. Od svih bih prvo izdvojio pako koji je standardno dobar, koji i u sušnim i u ovakvim godinama kao što je ova daje odlične prinose. Mogu bi da ga pomenem i u onoj 2012. koja je bila ekstremna i kad nismo imali od kukuruza ništa, pa je on bio dobar. Tu je još Lucius, Sejčero, ne bih da puno hvalim, ali jako sam zadovoljan. Ovo je hibrid Sejčero. Ove godine ga imam negde oko 50 hektara. Dobar je kukuruz. Visok rod, probao sam ja više tih hibrida, ali ovaj mi se nekako najbolje pokazao. Lucius, koji se izuzetno izdvojio prošle godine na ekstremnim sušama, rana V grupa, zrenja, sićušna biljka, ali izrazito veliki prinos. Ovako gledajući sada, mada ništa se to ne zna 100% dok se ne dođe na vagu, ali ja mislim da neće biti ovdje ispod 7 tona suvog zrna po jutru, odnosno 12 po hektaru. Sindžentini hibridi su se izborili, ekstra dobro izgledaju. Kažem, sejao sam i prošle godine, kad sam, da kažem, prošle godine bio zadovoljan, ove godine samo mogu da očekujem desetku. Dobro seme, dobra hemija i dobar domaćin i na kraju budu rezultati dobri. Imam i paka i helika, imam ove godine nešto i ulisesa sam probao, imam sinćera i sikure naravno. I izašlo je to na dosta lepo, što se kaže, što se tiče prinosa. Mada ja ni ovih godina nisam puno oscilirao. I prošle godine sam imao više hibrida, pa mi je prosjek nekih 12,5 tona po hektaru. Suvog zrna, jus kvaliteta. A 2014-es évben igen rossz évet zártak a méhészek, ugyanis akácmézből is rendkívül keveset pörgettek. Most kaptárnyításkor derül ki az, hogy hogyan vészelték át a méhek a telet. A tavalyi év szélsőséges időjárási viszonyainak kedvezőtlen következményeit a méhészek is érzik, mert a mézhozam az országos átlag egyharmadára csökkent, így jelentős kiviteli hiány és devizabevétel keletkezett. Most is gondterhelt tavasz elé néz a méhész, mert a méhcsaládok gyengék, és van olyan méhes is, ahol vízben állnak a kaptárak. Az idén elég nagy gondok vannak a méhesekben, mind ahogy itt is látjuk, ez a méhes vízben úszik. Ilyenkor mit is tehet a méhész? Alig tudjuk átnézni a kaptárjainkat, vagyis nem is tudjuk, mert a csizmánk is elmerülne ebbe a nagy vízbe. Most kezdődnek a munkák, és aztán így nem tudjuk kezelni kellőképpen a méhcsaládokat. Olyan gond is volt velük, hogy a víztükrében potyogtak bele vízbe méhek, még egy-két héttel ezelőtt, és ott fagytak meg abban a hideg vízbe, ott dermedtek, és amint látjuk, szalmát szórtunk a kaptárok elé, hogy aztán ne a vízbe potyogjanak a méhek, hanem a szalmára. Hát ez egy nagy gond, mivel a víz az nem, semmi jót nem okoz a méhcsaládoknak, a levegő nedvesség tartalma is egy kicsikét túl nedves, ami aztán elő is idézhet valami fajta betegségeket is, a nozémát. Bízunk benne, hogy most már melegebb lesz az időjárás, és főszárad gyorsan ez a víz, és aztán át tudjuk nézni méhcsaládjainkat. Hogyan találtak a méhcsaládok?
A mi méhesünkben fantasztikus jó találtak a méhcsaládok. Egy picit féltünk az ősszel, hogy elő tudjuk őket kellőképpen készíteni, de nagy gondot fektettünk a méhcsaládokra, mivel egész augusztus hordástalan időszak volt, és hordástalan időszakban a méhésznek révén kell, hogy legyen, hogy el tudja kellőképpen készíteni jó minőségű, hosszú életű méheket, amik aztán most vőkő, hogy fejlesszék koratavasszal a méhcsaládokat. Ezt mi úgy gondolom, hogy nagyon szépen odafigyeltünk, nagyon szépen megcsináltuk, és sokkal jobban teleltek a méhcsaládok, mint tavaly, mikor kedvező volt az időjárás. Mikor kezdődött a fiasítás itt a méhesben? Különböző fórumokon dicsekednek a méhészek, hogy nekik már decemberben is volt fiasításuk, meg aztán januárban is. Mi nem szoktuk takarni méhcsaládjainkat egészen, míg nem rakjuk be az első lepényt, az pedig február második felében, inkább február végén, vagy március elején szoktuk csinálni, és nem is szeressük azt a korai fiasítást a méhcsaládoknál. Ott nagyon ledolgozzák a méhek magukat, mivel a természetből nem tudnak semmit hordani, se virágport, se nektárt, saját szervezetükből adják át annak a fiasításnak az anyagokat, és ledolgozzák magukat, és mikor jön az a generációváltás, az pedig körülbelül április 1-én van, akkor aztán a méhész csodálkozik, hogy hol is vannak neki a méhei. Azok ledolgozták magukat és elvesznek. Mikorra várható az első méhlegelő? Hát az mindig úgy körülbelül április közepén szokott lenni, az a zoraj, olajrepce virágzása, amit mi úgy mondunk, hogy egyik fő hordás. Akkor még nincsenek előképpen felerősödve méhcsaládok, de el tudunk tőlük szönni egy bizonyos mennyiségű mézet, ha kedvez az időjárás. Akácra szerintem nagyon szépen fő fognak fejlődni a méhcsaládok. Az akác virágzást mindig úgy május 5-ére szoktuk várni, odáig meg pont annyi nap van, hogy egy jó talált méhcsalád egészen szépen fő tud fejlődni. A tavalyi időjárási viszonyok miatt megcsappant a mészhozam. Az idén jobb eredményekben bízik a gazdálkodó, mert kedvezőbbek a feltételek. Már nem kell tartani a fagyos nappaloktól, és nedvesség is van bőven, ami nélkülözhetetlen a nektárképződéshez. Javában folynak a tavaszi munkálatok a vajdasági földeken, ott, ahol nem akadályozza a belvíz a munkálatokat, javarészt már elvetették a különböző tavaszi gabonaféléket, most már hamarosan a napraforgón, a kukoricán és a szóján van a sor. Javában tartanak a tavaszi mezőgazdasági munkák. A vajdaságban 1 100 000 hektár vár bevetésre. A korai takarmánynövények és a cukorrépa vetése egyes körzetekben a múlt hét elején megkezdődött, a kukorica és a napraforgó vetése április dereka körül esedékes. Vajdaságban a tavalyihoz viszonyítva akár 30%-kal is kevesebb, azaz becslések szerint 50 000 hektáron vetnek cukorrépát, mert az ár nem felel meg a termelőknek. Még nem pihenték ki a tavalyi felvásárlási gondokat és a betakarítás előtti árcsökkenést, így sokan elálltak tőle. Helyette kukoricát, szóját és egyes körzetekben napraforgót termelnek majd. Az Újvidék melletti Tiszakálmán-falván Milinszky Pál nem csökkenti a cukorrépa vetés területét. 30 hektáron termel édes gyökeret. Tavaly hektáronként 90 tonnás hozamot jegyzett. Amennyiben az idén is elérni ezt a hozamot, az alig 3 eurocentes ár jövedelmet biztosít. Talajban elég szép nedvességkészlet, tartalék van. A fönti réteg azért megpirkott, hogy zökkenőmentesen lehessen elkészíteni. Hát ez kicsit furcsán fagyott ki, mégis két menetben muszáj a már nagyjából elmunkált földet is készíteni. A betés eddig zökkenőmentesen megy, sőt bízunk, hogy holnap fejezzük is. A nagy parcella többszörös előnyt jelent a növénytermesztésben. Nem kell sok kisebb parcellán követni a barkót, a gyomokat, a cerkoszpórát, stb. Sőt, ez a parcella körül lesz a többi is, úgyhogy falu közelben, szem előtt, aztán a szedés miatt is, fuhar miatt, közel van a köves úthoz, úgyhogy könnyebben boldogulunk mindenféleképp.
A szántóföldi növények közül a cukorrépa igényeli a legnagyobb befektetést. Az őszi szerződésváltoztatás és a 30%-os árcsökkentés nagy jövedelem kiesést hozott a termelőknek. Hát a tavalyi év a zár csökkenés mellett specifikus volt a cirkoszpóra miatt is. Többnyire termelők nem kezdtek időben védekezni. Mi megelőzésként megkezdtük, hogy úgy mondjam, időnap előtt is. Hát végén aztán nem bizonyult az időnap előttinek, hanem pont jókori kezelésnek az első, úgyhogy 5 kezeléssel tökéletesen megvédtük a tavalyi cukorrépát, és nagyon jó digesztiót és nagyon jó termést is elértünk, úgyhogy nem panaszkodhatunk még avval a zárral is, ha bár ugye avval a csökkenéssel azért egy része keresetnek elfutott, ugye. És szerintem a kihívásoknak eleget teszünk az idén is, ami azt illeti, ha a növényvédelem szempontjából, meg a stb. Megteszünk mindent, hogy mégis jó legyen a kisebb árral is esetleg. Az idei garantált árral is a hétvagonynak meg kell lenni, hogy be tudjunk takarózni. Az idei cukorrépa ár a cukorárához is kötve van. Az mellett van egy garantált ár, hát az egész minden mellett a szerződés akkor is csak egy papír, amit egy annex szerződéssel változtatni lehet, amit tavaly is tapasztaltunk. Úgyhogy a garancia szerintem csak a feldolgozónak van meg. A bánáti szikes talajok egy hányadáról még nem húzódott vissza a belvíz. Ott késik a tavaszi talaj előkészítés. A vetést csak áprilisban kezdik a gazdák, amire banki hitelt vesznek fel, mert az alacsony terményárak nem fedik a költségeket. Az idén fölvettem 240 ezer dinár hitelt, mivel a naftát is hogy meg kell venni, meg a vetőmagokat megvenni, úgyhogy ez eddig nem volt alkalom, nem praktizáltam, hogy így csinálni, de most az idén ezt meg kellett, úgyhogy egy éves hitelt vettem fel, úgyhogy jövő év januárba kell, hogy visszafizessem, addig meg remélek a termésbe. Felvásárli árak kicsit jobbak lennének, mert kukoricám is volt tavaly, úgy morzsoltam a földön, átadtam, azt nagyon sovány, 12-3 dináros árba lett átadva, szóval annyit fizettek, az volt az ára, mivel nem volt hova tárolnom. Úgyhogy morzsolt kukoricának a napraforgó megint csak 30 dinár körül ment az ára. Nem voltam megelégedve, de volt 2 hektár ennivaló napraforgó, az a törnivaló napraforgó, ma van nagyon meg voltam elégedve, mert 80 dináros áron, kilogrammi áron, tehát dupla áron el tudtam adni. Most az idén ugyanaz terve van, 2 hektár fogok abból is vetni, mivel már mostan megvannak a vásárlók is rá, aki át fogja venni, úgyhogy bízom, hogy akkor, ha úgy sikerül, mint tavaly, akkor jó lesz. A talajerő gazdálkodás, a növényvédelem és a terméshozamok szemszögéből az 5-ös, illetve 6-os vetésforgó a legcélszerűbb. De a vajdasági termelők kis hányada tartja ezt be, mint mondják, a jövedelem miatt. Talajadottságokhoz viszonyítva 3-as vetésforgót alkalmaznak, így Bánátban a kukorica, a búza és a napraforgó kerül a vetésszerkezetbe. Hivatalos adatok még nincsenek arról, hogy mely haszonnövény uralja majd a vajdasági szántókat, de a slágernövények mellett egyre nagyobb helyet foglalnak el a tavaszi pillangósok. A takarmányborsó, a bükköny, a lucerna és a szudáni fű. Ezek tenyész ideje aránylag rövid, kiváló takarmányként szolgálnak, betakarítások után pedig másodvetést is alkalmazhat a gazda. Érdekes paradoxon mutatkozik a juhtenyésztésben, ugyanis egyre kevesebb a juh, viszont a juh termékek iránt nő a kereslet. Éppen ezért egy észak-bácskai vállalkozó is nagybani juhtenyésztésre szánta el magát. A szerbiai juhtenyésztésben remek lehetőségek lennének, hiszen az EU is importőrnek számít juhtermékekből, azaz saját piacára sem tud eleget termelni. A bácsszülősi Miroslav Gabrić vállalkozó ezt a lehetőséget szeretné kihasználni, és ezért egy új angol fajtát hozott be az országba. Naši ciljevi u budućnosti su prerada mleka ovčijeg i kozijeg. Na ovoj farmi vidite tri vrste
tri rase ovaca. Imamo britansku mlečnu ovcu, ona je predviđena za mleko. Imamo Ile de France koju ćemo koristiti za meso. I imamo Wittenberg koji ćemo u narednih godina pridobiti u mlečnu rasu sa ovnovima britanske mlečne ovce. A brit tejelőfajtában egyesül a sok tej, a sok bárány és a jó hústermelés. Pa britansku ovcu smo uvezli prošle godine. Prvi smo koji u Srbiji imamo tu ovcu. Sa njom smo prezadovoljni. Evo sad vidite, drugo jagnje je u toku. Imamo dvojke, trojke i četvorke. A u trećem jagnjenju se očekuju trojke i četvorke. A plus toga što dobijamo 2 do 3 jagnjata po ovci, ovce imaju mnogo mlijeka, znači između 250-300 litara mlijeka bez problema imaju. Tako da predviđamo u budućnosti da držimo čistu rasu. Plan je 10.000 ovaca u naredne 3 godine da bi opsluživali našu mlekaru, gde ćemo prerađivati sir, mlijeko u proizvode sir i kiselo mlijeko. Az ilyen magas szintű genetikai potenciál érvényesüléséhez kiváló minőségű és bőséges takarmányozásra van szükség. Pa sa iskreno nemamo problema, pošto sve naša hrana koju držimo u čistoj organskoj proizvodnji, najviše koristimo lucerku, detelinu i ostale žitarice koje pravimo koncentrat. Szerbiában egyre terjed a minőségi húsjuh is. Ennek egyik ismert képviselője a hús gyapjú típusú Ile de France. Da, to smo uvezli iz Francuske, čisto da imamo dopunu nekoj rasi za meso. Nju nećemo ići u neke velike cifre, nekih 100-200 komada, do 300 komada ćemo imati u narednih 2 godine. A vállalkozó fajta átalakító keresztezésben gondolkodik, mivel a brit tejelő nagyon drága fajtának számít. Ott vidíte prvú generáciu ukrštanja Wittenberga sa britanskom mlečnom ovcom. Tu imamo nekih 300 šilježica, a cilj je kompletno stado pretvoriti u britanskom mlečnom ovcu. Pa evo vidite sami koliko ima genetiku, maltane dobili smo čiste Engleze. Malo su povukli na Wittenberga, ali većina mi to engleska krv. A očekujemo od prvoj UEFA generaciji najmanje 2 jagnjeta po ovci i najmanje nekih 150-200 litara mlijeka. A maksimális termelés érdekében nem legeltet, hanem intenzív, zárt tartásban tenyészti a fajtát. Wittenberg ovci su do sada bile na pašnjaku. Ovo će biti prva godina kako ih nećemo pustiti na pašnjak, baš zbog toga da budu u boljoj kondiciji, da bi imali bolju genetiku od engleske rase. A engleska, britanska mlečna ovca i Ile de France, oni ne idu na pašnjak. Oni imaju samo svoje ispuste, gde mogu se šetaju, ali ne idu na pašnjak. A szerbiai juhágazat a lehetőségeket nem használja ki, egyre kevesebben foglalkoznak juhtenyésztéssel. Megkérdeztük a vállalkozót, hogyan látja a szerbiai juhágazat helyzetét. U kakvoj situaciji? Ja mislim katastrofalno. I bit će sve gore i gore. Zašto? Pa zato što malo ima onih koji će se upustaju u ovaj vid posla. Mislim da ljudi nemaju ni novca da krenu u nešto. A od države da očekuju nešto, čisto sumnjem u budućnosti. Tako da omladina neće ići na selo, a ovi ljudi koji su se bavili ovim poslom polako odustaju od toga, tako da perspektiva u budućnosti mislim da nije dobra. Hústermeléssel annyiban foglalkozna, hogy tenyészállatként forgalmazná a francia import húsjuhokat. Pa dobro, meni pretežno cilj mleko, a meso ćemo raditi čisto onako sporedno. Tako da nećemo neku veliku grupu ovaca, 200-300 maksimalno, tako da nije to neka količina. I to neće ići za meso, to će većinom ići za priplod. Ženke će ići za dalju produkciju, a muška grla će ići za priplod.
A projekt volumene igen jelentős, ezért a vállalkozás új munkahelyeket is teremt. Sam projekt za mlekaru. Mlekar će biti kapaciteta od 30 do 50 hiljada litara mleka. Planiramo sa 3000 ovaca i 3000 koza i 10.000 ovaca da popunimo nekih 25 do 30 hiljada litara mleka našeg mleka. Tako da bi kapacitet mlekara bio popunjen sa našim mlekom. A u tu mlekaru je predviđeno između 30 i 50 radnika. Zavisi kako se bude povećavao kapacitet mleka, tako će se povećavati radna snaga. A same farme će zapošljavati oko 25 radnika. Természetesen a sikerességet a termék értékesíthetősége, a piac megteremtése szavatolja. Naravno, cilj je uvek izvoz, ali popunit ćemo i naše tržište, ali većinom će ići za izvoz. Pošto naša proizvodnja organska, sa plasmanom nije problem, ni sa cenom. Proizvodi su traženi, tako da mi sa plasmanom nećemo imati problema. Ez a vállalkozás is jó példa arra, hogy a szerbiai mezőgazdasági termékek itthon és külföldön is keresettek, a minőségben megállják a helyüket. Iako nisu dugo prisutni na ovim prostorima, hibridni kukuruz za kompanije Syngenta postali su nezaobilazna karika u lancu uspeha armije ratara. Zašto? Semenska jedinica je bila jako kvalitetna, bilo je tretirano kruizerom, nicanje je bilo stvarno potpuno ujednačeno, imali smo sklop koji smo htjeli da posejemo. To je standardno za Syngentine hibride, da je uvijek imaju dobar sklop, dobro nicanje, klijavost. Znači, seme je urađeno Force Zeo, znači to smo sejali ove godine zbog diabrotike, zbog svega. Sejemo otprilike jednu trećinu od ukupnog količine kukuruza, hibrid Sikora, nekako stabilan je, nije nikad, što kaže, nas izdao je ovo ono i zato ga sejemo. 2012. gdje je bila sušna, gdje je bilo toplo vreme, znači isto je dao visok prinos, ove godine je bilo izuzetan prinos sa pako hibridima, znači pako je izuzetan i za loše i za dobre godine. Pako sejem već 4-5 godina, možda čak i više, unazad godinama na lošim zemljištima i trpilo i dobre i loše uslove. Nema oscilacija prevelike prinosu, prinos je stabilan i može se reći siguran. Dobar, stabilan hibrid, ima jako dobar klip, što se klipa tiče, ima veliki broj zrna u redu, tanka šapurika, što je bitno kad se skida s kombajnom, dobro se izvršava i što je najbitnije, brzo otpušta vlagu. Pako je hibrid koji je tolerantan na stresne uslove i pogotovo na sušni deo, ali je također i jako dobar hibrid, zahvalan i u ovakvim godinama. On neće dati najviše prinose ako ga poredimo sa nekim drugim hibridima, ali u nekom višegodišnjem proseku, pogotovo za uslove Banata, on ima svoje mjesto u samom vrhu proizvodnje. Stabilni su po prinosu, tako da to me najviše zadovoljava. Na kraju krajeva ta stoka ga jede sa nekom radošću, a ne da ga čisto radi reda pojede. Eto, bila je i dobro urađena i dobra agrotehnika i dobar hibrid i bio i prinos. Između 7 i 8 tona po kacijskom jutru. Nije mogao jedan put okolo, znači 10 vrsta, nije mogao da stane u bunkeru. Znači tu je bio prinos preko 15 tona po hektaru suvog zrna. Pak uvijek dao velike prinose. Sigurnost normalno. Najvažnije da je prinos stabilan. Köszönjük a figyelmüket, a jövő heti Pannongazdában majd mangalicatenyésztéssel, növénytermesztéssel és növényvédelemmel is foglalkozunk. Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, a viszontlátásra!